Üdvözlök mindenkit a következő videómnál, a cím nem hazudik, tényleg egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, legalábbis a csatornát illetően. Károly a hajam mindig elállítódik. Még mielőtt belekezdenék a témák rövid kitárgyalásába, előtte szeretném elmondani egy ilyen kis rövid összefoglalóban, hogy miről is lesz szó most ebben a kis vlogocskában, főleg azoknak, akik igazából annyira nem szeretnek végignézni 5.600.000 órát, amit egyébként tökre megértek. Szóval ez a videó arról fog szólni, hogy mi is várható majd a elkövetkezendőkben itt ezen a csatornán, hogy mi is lesz a csatornának a jövője, ugyanis nagy változásokat szeretnék. Ha ez téged nem érdekel, akkor úgyis majd fog készülni egy új videó, majd egy másik, amiben röviden el fogom mondani, hogy mi lesz a helyzet, amikor már fix tényeket tárok elétek. Most még csak ilyen kis találgatások vannak, de hát én szeretek ilyen videókat csinálni egyébként, szóval Ígyunk egyet erre. Aki meg még itt maradt, annak azt tudom mondani, hogy nyomjon be valami játékot, és játszon egyet, aztán hallgassa az agymenéseimet itt, miközben játszik, hogy ne unatkozzon annyira, mintha kétszer annyira unatkozna. Nos, akkor miről is lenne szó pontosabban? Hát az a helyzet, hogy átgondoltam ezt az egész videós ö, karrieremet, hogy így mondjam, wow, azért ez így eléggé furán hangzik. Szeretek játékokat bemutatni, játékokat végigjátszani, nagyon szeretek ö, vlogolni akár csak, elmondani a véleményemet bizonyos dolgokról, és ez mind tök jó, tehát hogy én szerintem ezen nincsen semmi probléma, és ez eddig így is volt. Tehát, hogy ez ment a csatornán, játékok voltak. Vlogok voltak össze-vissza így ömlesztve, és az tök jó, viszont szeretnék egy kicsit komolyabban foglalkozni ezzel a vlogolással, vagy hogy nem is vlogolás, hanem egy kicsit az olyan videókkal, amikor ide teszem a kamerát és beszélek hülyeségekről. Arra a konklúzióra jutottam, hogy ez a kettő hosszú távon nem igazán fér meg egymás mellett. Persze-persze egy ideig elfér meg minden, de biztos, hogy lesz olyan ember, akit csak a vlog érdekel, és biztos, hogy lesz olyan ember, akit csak a játék érdekel. Sokkal tisztább az, hogyha ezt a kettőt külön választjuk, tehát hogy lenne egy olyan csatorna, amin a játékok vannak, és lenne egy olyan csatorna, amin igazából a vlog tartalmak találhatóak. Képzeljük csak el, hogy milyen lenne akkor, hogyha most ő, én azért vagyok feliratkozva, hogy nézzem azt, hogy azzal játszik a Dark Henchman, hogy Minecraft, most csak mondok egy ilyen nagyon nagy hülyeséget, és akkor ú, nagyon jó a minecraft hogy játszik, meg minden tökörülök neki, hogy Minecraft-ot és akkor utána pedig bejön egy ilyen vélemény kifejtős dolog, és akkor ah, belenézek abba, is, és akkor azt látja, hogy abban a politikai hülyeségeimet nyomom, amivel ő nem is ért egyet, vagy hogyha egyet is ért, akkor sem azt akarja nézni, hogy én most mit mondok erről, és ugye hát akkor ezt, őt ez nem érdekli, és akkor ki is lép egyből, és ezt tökra meg tudom érteni, tehát én is van nagyon sokszor, hogy néztem azt, hogy oké, okay, van egy csatorna, és akkor bizonyos videós részére föliratkoztam, mert ú, uh, ezt tetszik ez a része, és kiad 500 fajta videót, és abból nekem csak ez az egyfajta tartalom tetszik, és a többi meg úgy elhanyagolható, és látom, hogy tölti, tölti, például egyébként a GameStar-nak volt ilyenje, hogy töltötte föl a videóik, videóikat, és igazából csak a GameStar hype érdekelt engem, és teli volt a feliratkozó listám azzal, hogy a GameStar töltött fel új videót, de engem az ugye nem érdekelt, és teli volt ilyennel, és ugye ez a GameStar hype, ez csak hetente jött ki, és az hetente ugye engem érdekelt is, de az összes többi videójuk nem érdekelt, mert egyszerűen az, az, az nem olyan volt. Kicsit olyan rossz száze volt ennek, hogy na, már megint a GameStar, már megint a GameStar, na ú, akkor végre tett fel valami jó videót is, szóval na értitek, hogy hogyan van ez. Szóval a jövőben szeretnék egy új csatornát készíteni. A csatorna nevét még nem tudom, valószínű valami olyasmi lesz, hogy Dark Henchman nulla vagy Sötét Zsoldos esetleg, még ezen gondolkodtam, mert tradíciók gondolom, szóval ilyesminken gondolkodtam, de ez még egyáltalán nem biztos, nem tudom, hogy mi lehetne a legjobb csatorna név nekem. És ugye hát a kérdés, hogy mikor is jönne ez az egész dolog, hát látjátok, hogy most is egy olyan kamerával veszem fel a agyamat, ami nem a világ legjobb kamerája, és én nagyon szeretem meg mindent, tehát nekem még akár ez a képminőség is teljesen, hát teljesen nem, de megfelelne. Azonban mindig 5 millió 600 ezer idő, mire beállítom ezt a kamerát, hogy ténylegesen jól beszél, -e, látható-e rendesen a fejem. Tehát most is például egy 30 percet itt eltököltem vele, és azt mondom, hogy szinte mindig, mindig itt van, hogy akkor én most tökölök azzal, hogy na, akkor ezt így, akkor ezt úgy, akkor ezt most látható legyen, stb., és akkor végre normális, mert, mert, hát mindig az van, hogy em, saját szavamba vágok, de hát mindig az van, hogy ez a része a fejemnek így bú, tiszta világos, ez a része a fejemnek meg tiszta sötét. És most is ez van, hogy ez egy picit sötétebb, és csak akkor nem annyira sötét, hogyha erre nézek, ugyanis erre jön a fény, erről jön a fény, itt van az ablak. És hát annyit lehetne még csinálni, hogy ezt fölkapcsolom. És hát nem tudom, hogy mennyivel lesz jobb a fejem, szerintem semennyivel. Beruházok egy új kamerára, és most már ez tényleg egy normális kamera lesz, tehát nem egy ilyen himi-humi 20 forint, hanem ez egy komolyabb kamera lesz. Hát igazából ez, ez is egy 20 ezer forintos kamera, tehát nem rossz ez egyébként, de azért ennél komolyabban szeretnék ezzel foglalkozni, és azok azért viszonylag jobb képminőséget tudnak gyártani. És akkor amint megérkezik ez a kamera, abban a pillanatban csinálom is az új csatornát, és akkor csinálok is új dolgokat. És hogyha már konkrét konkrétumokról beszélgetünk, akkor Beszéljük meg azt, hogy mi is volt ez az előző dolog, hogy itt van egy ilyen kis füzetem. Megnéztem az előző évkezdő hát videómat. Úristen! Az, ez alatt az egy év alatt mennyit változtam, el sem tudjátok képzelni, amúgy. Hát nem látszik, nem látszik, bár mondjuk a sapit a fejemre föl kéne tenni, és akkor így kéne mondanom, hogy nagyon sokat változtam, de egyébként tényleg, fúha! Szóval retten, rettenetesen sokat. Mit is mondtam, ugye abban a videóban? Azt mondtam, hogy bizonyos videós típusokat le fogok írni ide, vagyis játékokat, amiket én szeretnék végigjátszani és csinálni. Na most ez nem igazán történt meg. Kicsit többre számítottam, tehát úgy gondoltam, hogy kicsit több lesz benne, de ahogy ismerem magamat, egyébként egészen jól haladtam a dolgokkal, úgyhogy. Teljesen jó, teljesen jó volt, de még ne, ne szaladjunk nagyon előre, majd erről is beszélek, inkább az arról szeretnék beszélni még itt az elején, hogy ugye úgy gondoltam, hogy ezen a csatornán ö, lennének azok a tartalmak, mint például Gameplay, végigjátszások, directplay, stb. 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 Tehát ezen a csatornán maradnának meg a játékok, a másik csatornára pedig, amit majd utólag terveznék, azon lennének az ilyen Vlogok, stb. stb. És tehát ezen a csatornán már több. Ö, vlog, több ilyen tartalom nem lesz a tervek szerint, tehát ezt nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy eddig csak tervezgetek, de most egyenlőre ez a tervem, hogy most teljesen szeretném megváltoztatni, szeretnék egy kicsit komolyabban is foglalkozni, főleg a koronavírus véget, na majd erről beszélgetünk egy kicsit később. No, és hát a játékos csatornámmal, tehát ezzel a csatornámmal kapcsolatban, hogy mik a fontos dolgok, hát igazából nem fontosak amúgy, tehát ezt csak most én így elmondom, hogy mik a tervek. A fő irányvonal az a direct play lesz, tehát én úgy, úgy számolok, hogy a direct play lesz a fő irányvonal. Még amit szeretnék úgymond csinálni ezen a csatornán, az a koronavírus megborító revans 1940-es kaliberű videó. Ezek azok a videó stílusok, amikre én azt tudom mondani, hogy egy az, hogy élvezem is csinálni, van vele nagyon sok munka, tehát nagyon sok munka van, főleg a direct playekkel. A másik meg, hogy visszanézni is nagyon szeretem őket. Tehát engem nagyon-nagyon szórakoztatnak ezek a videók, hogy a hülyeségeimet hallgatom vissza, természetesen azért nem úgy, hogy naponta ötször, hanem úgy, hogy mit tudom én, egy év után így megnézem, és aztán úgy depoén volt, meg minden, szóval úgy, ú, de vicces, stb. Tehát én viszonylag jó. És egyébként a visszajelzések is úgy mutatják, hogy ezek azok a videók, amik úgymond olyan érdekesebbek és többeknek tetszik, bár a direkt pedig annyira nem nézték meg sokan, amennyire számom, számítottam vagy számoltam vele. Jó, mondjuk nem is mondhatnám, hogy annyira nagyon sok nézettséggel számolok, tehát alapjáraton is ilyen 40-ekkel szoktam számolni. Viszont a revans az, az igazán furcsa volt, mert azt megnézték vagy 200 valamennyien, és az, az teljes nagy megdöbbenésemre mindenkinek tetszett. Tehát mindenki azt mondta, hogy jó egyébként vicces volt, jó, hát volt egy-két ismerősöm, aki azt mondta, hogy na, hát ez nagyon unalmas volt, de hát most nem tudok ez, nem tudok mindenkinek megfelelni sajnos. Én élveztem a készítését, és szerintem vicces is volt. A poén abban az, hogy még maga a készítő is írta a videóm alá, és beszéltem is vele egy kicsit, és majd készülni is fog erről a játékról egy multiplayer részleg. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy ezt a multiplayer részleget majd ki is próbálom, és ráadásul kóp lesz, te, jó ég, szóval nagyon jó, nagyon jó, én nagyon várom már ezt, én nagyon támogatom az ilyen játékokat, nagyon szeretem az ilyeneket, ráadásul ki is javította azokat a hibákat, amiket én ott elmondtam a videóban, szóval látszik, hogy foglalkozik vele a csávó, úgyhogy sok sikert kívánok neki, és örülök, hogy nagyon jól fogadta ezt a dolgot. Utána pedig jönnének az ilyen random play, az ilyen gameplayek, meg az ilyen végigjátszások. Ezek ilyen töltelék anyagok lennének, tehát ezek töltelék videók lennének, főleg a végigjátszások. A végigjátszásokra már ne nagyon számítsunk, mert szerintem a végigjátszás az tipikusan az, hogy én szívesen csinálnám, de nem nézi senki, ez az egyik. A másik meg az, hogy macera föltölteni. Tehát macera az, hogy végignézni az egészet, ugyanis nem szeretem az, hogy, hogy fogok valamit, fölveszem és rögtön dobom föl nyersen. Tehát én azt nem szeretem. Én szeretem belőle kivágni azt a részt, hogyha például csörög a telefonom, és akkor csörög a telefonom, legalábbis most már régen nem vágtam ki, de most már szeretném ezt kivágni, már ha csinálnék ilyet, és ráadásul azon gondolkodtam, hogyha most már csinálok, és akkor is úgy fogom ezeket csinálni, hogy, hogy akár 10 órás videókat teszek föl, és nem pedig egy-egy ilyen 30 perces részt, hanem akkor menjen föl egy videóba, de legyen az fönn egy videó, és nézzétek meg azt a 10 órásat, hogyha akarjátok részletekbe, ne legyen az, hogy megcsinálom egy játéknak a felét, és akkor elkezdem fölrakosgatni, és akkor megint az van, hogy á, elfelejtődik meg minden, meg jön a koronavírus, és akkor áh, inkább egy másfajta irányt képviselnék. Egy a GYMA gameplay egyébként még elfér a csatornán, de abból is, tehát ezek már csak ilyen töltelék lesznek nagy ritkán, mit tudom én, ilyenekre kell gondolni, mint a, mint a rizikó múltkor, a 100% Fidesz gyúzna, az is például olyan volt. De mondom, a fő irányvonal, a fő irányvonal az mind a direktői és ez a ez a kamerás, ilyen kicsit ilyen megvágottabb videók lennének. És hát ugye itt volt ez a kis könyvecske, amiben beleírtam a dolgokat, hogy mi várható. Na most, eh, mondtam ugye az Afraid of Monsters, Jézusom, Crash Bandicoot, Divine Divinity, mit tudom én. És egyébként volt, amit el is kezdtem föltöltögetni, tehát a Divine divinity akkor a Dayhungert azt pedig el is kezdtem még megvágni, és még meg is vágtam 6 percet belőle. Lehet, hogy azt majd föl is teszem. Még az Afraid of Monsters, még tipikusan az a példa, amit még egyébként el tudnék képzelni végigjátszásban, de például egy Crash Bandicoot 2-t, azt már nem. Tehát azt már nem, nem, nem azt már biztosan nem fogom végigjátszani. <kül> Tehát azt már biztos nem végigjátszás keretein belül fog fölkerülni a csatornára, már ha fölkerül, hanem az már Direct Play vagy valami hasonló féleképpen. Egyébként most jut eszembe, hogy aki nem tudna, hogy mi az a Direct Play, az nézze meg az előző Direct play hát akkor ennyit tudok mondani. Most egy kicsit ilyen önpromó, ezt tudom. Sajnálom nem akarom egyébként promózni magamon, tehát most, na, na, hát azért, na. De azért van néhány olyan videó, ami sikerült, tehát például a Making History-t azt majdnem sikerült befejezni. Nem teljesen sajnos, azt valószínűleg nem is fogom befejezni, mert már nincsen kedvem hozzá, pedig tök jó volt, tehát tök jól indult, aztán ez így elfelejtődött. Nagyon sok a meló mele, nagyon sok a macera vele, magával a játékkal is nehéz, meg maga megvágás is nagyon nehéz, mert kicsit unalmas, hogy folyamatosan össze-vissza nézek, és azt úgy megvágni, hogy, hogy viszonylag érdekes is legyen, és, és, tudom még azt is, hogy még így sem érdekes sokszor, de hogyha kihagyom azokat az elemeket, amiket, amik nem annyira érdekesek, akkor pedig akkor pedig egy ilyen felemás videó lesz, hogy oké, okay, de ez most hogy történt? Oké, okay, okay, de akkor ez most így, így hogy lett jó? Szóval értitek, tehát lehetne csinálni úgy is, hogy csak az érdekes részeket, de akkor meg stratégiailag nem lenne annyira jó. Így sem annyira jó, de aztán úgy meg aztán főleg nem. Aztán ugye hát itt egy csomó random play sikerült ebben az évben csinálnom, amit egyébként imádtam csinálni, bár már nem tudom, valahogy egy kicsit úgy visszavettem a lendületből, pedig nagyon szerettem ezeket a random playeket csinálni. Szerintem erről a játékos csatornáról mindent megbeszéltünk, úgyhogy ezt arrébb teszem, bár igazából ebbe fogom majd még irogálni a ötleteimet, de most jöjjön a másik csatorna, hogy milyen tartalmak lesznek, én azt tudnám nektek mondani, hogy milyen tartalmak lesznek, sok elképzelésem van egyébként, tehát mind a Youtube-ba kapcsolatban foglalkoznék, Mind a politikai témákkal foglalkoznék, mind a, a közéleti témákkal foglalkoznék. A legjobb példa erre az előző videóm, a videó, amit le van írva. Azt mondja, véleményem olyan dolgokról, ami senkit sem érdekel videóm. Na, ez, 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 az, a, ez az a videó, ami úgy körülbelülre számíthatok. Tehát ott ugye napokra van szedve, az első napon elkezdtem így csinálni a dolgaimat, és akkor mondtam, hogy hát igen, YouTube trendekről volt szó, hogy valaki ott elkezdte, elkezdett úgy blogolni, hogy közben fölvágja a paprikát, és hogy ez milyen érdekes, és akkor én is elkezdtem szerelni. Hatalmas poén volt szerintem, legalábbis még így visszanézve is. Én, én jót szórakoztam rajta, tudom, szubjektív az, hogy mi a vicces. Azt tudom, hogy még beszéltem egy témáról, azt hiszem, hogy volt egy ilyen ideológiák tárháza amit a Jézus 2.0 töltött föl, és akkor egy ilyen videót néztünk meg, és elmondtam róla a véleményemet, és na hát ilyesmi fajta videókat szeretnék csinálni, tehát ez, ez mindenféleképpen benne lesz, amikor videókról mondom el a véleményemet. A harmadik pedig egy olyan volt, amikor politikai témákról beszéltem, és ilyet is szeretnék belevinni, tehát, és főleg azért, egyébként a politikai témákról főleg azért szeretnék beszélni, hogy jobboldali témákkal kapcsolatban nem nagyon van. Nem nagyon van, hát hogyan mondjam, képviselő. Most itt mondok egy példát. A múltsi például, ez egy, olyan, ez egy olyan videós, aki hát azért elég jobb oldali de ő már nem nagyon csinál politikai videókat, tehát hogy ő is már inkább visszavonult, és ilyen történelmi videókat csinál, meg ő, meg ő körülötte azért nagyon sok hát hogyan mondjam, ilyen probléma van, és most itt arra gondolok, hogy így a magánéletét is belevitte a videózásban, annó, és nagyon sok embert elveszített ezzel, amit egyébként megértek, hiszen tényleg egy kicsit túlzásba esett, és ezért is jött létre az üzenet Muslernak című videó, amit egyébként a mai napig is megnéznek emberek. De múltkor például találkoztam vele, és tök jóba vagyunk egyébként, azt így hozzátenném, a egyik rendezvényen, azt nem mondom meg, hogy melyiken, mert mert még nem akarom elmondani, de majd el fogom mondani, de most még nem mondom. Tehát egy rendezvényen találkoztunk, és ő jött oda hozzám, szóval biztos vagyok benne, hogy nem arról van szó, hogy ő, hogy ő utál engem, és csak így jópofizott, vagy ha igen, akkor pedig nagyon jól leplezi, de nem hiszem. Szóval dolgoztunk is együtt, teljesen jó volt, én élveztem. Szóval ő az egyik ilyen, a másik ilyen pedig a Fairright vagy Far Right, nem is tudom, hogy hogyan magyarázzam el most így nagy vonalakban, tehát nekem az a problémám az ő videóival, hogy, hogy ő igazából olyan dolgokat csinál, hogy van egy téma, mit tudom én, LMBTQ, és elmondja, hogy mennyire hülyék, mennyire idióták, és egyébként sokszor igaza is van, azonban én úgy gondolom, hogy ő eléggé elvakult, vagy hogy egy oldalú. Tehát úgy csinál, mintha minden ami, minden, ami ilyen rossz, és minden, ami rossz oldalon történik, az baloldal és kész. És a jobb oldal igazából maga a Fidesz, és ennyi. És nagyon kevés önkritikával rendelkezik ez a csatorna, és én nekem ez a problémám ezzel, hogy, hogy elmondja, hogy milyen hülye a baloldal és tényleg sokszor igaza is van, és én ezt aláírom, azonban úgy veszem észre, hogy ő egy oldalú, és ő nem hajlandó azzal szembesülni, hogy igazából a Fidesznek is orbitális nagy hülyeségei vannak, nagyon, nagyon sok dolgot rosszul kezel. Tehát igazából ez az, amit megnéz egy ember, aki nem húz se bal oldalra, se jobb oldalra, és megnézi, akkor ő neki annyi jön le ebből, hogy ez egy Fidesz bérenc, aki igazából a bal oldalt fikázza, és tényleg ez fog neki lejönni ebből. És, nem, és, most itt engem szét lehet szedni, hogy én, én nem jól gondolom, hogy én hülyeségeket gondolok erről, de én ezt veszem észre hogyha más a véleményetek, nyugodtan írjátok le egyébként a komment szekcióba, és akkor lemennek ők is ilyen gyerekesbe, és akkor mit tudom én, kitömnek egy ilyen, egy ilyen babát, és akkor hú, de vicces, szóval, át, szóval annyira gyerekes, és most lehet azt mondani, hogy nem miért te meg itt ülsz egy ilyenbe? És az a baj ezzel, hogy ugye ez, ez, lehet, hogy szintén egy gyerekes dolog tőlem, hogy én ilyen ruhákba ülök, és akkor fú, de gyerekes ez, meg, meg mit, mit, képzel magára ilyen militarista, jaj, de no, ilyen kis lázadó, igen, igen, gyerekesnek lehet ezt tekinteni egy szemléletből, viszont a kettő között az a különbség, hogy míg az egyik egy, egy sima kis alapdolog, tehát hogy most én fölveszem ezt, jaj, de gyerekes, a másik egy ilyen, egy ilyen támadó, egy ilyen pejoratív értelmezésű, tehát, tehát mindenféleképpen egy ilyen, egy ilyen kigúnyoló ö, megnyilvánulás, és az rohadtul nem mindegy szerintem. És egyébként megint besütétült a fejem, úgyhogy megint nem láttok belőlem semmit szerintem. Jaj, de jó, negyedjére, negyedjére veszem fel ezt a videót. Mindig, mindig volt valami probléma, az elsőben nem voltam fókuszban, a másodikban az volt a baj, hogy kérem szépen mi volt a baj, autofókusz bekapcsolva maradt, és akkor teljesen szétcseszte az egész videót, a harmadikban meg, hát halljátok, az volt a legszörnyűbb. Sikerült beállítani a fókusz rendesen, sikerült beállítani mindent rendesen, és akkor mi történik? Pök! fölkapcsolja maxra a fényerőséget, nem ez a kamera egyébként, hanem a telefonom kamerája, mert azzal próbálkoztam eleinte. Most, hogyha ez sem lesz teljesen jó, most már azt mondom, hogy nem érdekel, pedig már a harmadiknál is azt mondtam, hogy egy kicsit rossz lesz, akkor nem érdekel, de az annyira rossz volt, hogy nem tudok már eltekinteni attól, úgyhogy most negyedjére most már remélem csak egy kicsit lesz rossz. Tehát csak egy picit és azt, azt fogom tudni mondani, hogy jó, oké, még ezt még úgy eltűröm, hogy fölrakjam a Youtube-ra, na mindegy. Ja, szóval ennyi. Szóval ennyi, adott, de Far right ez a problémám nekem. És van még egy csatorna, ami ilyen jobboldali értékrendű, az pedig a Torockainak a csatornája. Na most az ő csatornája ugye azért nem releváns ebből a szempontból, ugyanis ő egy ő egy elnök, tehát egy pártnak az elnöke ugye a mi hazánknak, tehát azért ez egy kicsit más, mint hogy egy független ember vagy egy pártelnök beszél, de hogyha érdekelne a véleményem erről, akkor azt a következő csatornámon majd el fogom mondani, tehát hogyha lenne erre igény, akkor írjátok meg a komment szekcióba, hogy igen, van igény erre a csatornára, ez egy ilyen kis bújtatott ilyen kérdezés, ugyanis érdekel, hogy mennyire lenne egyáltalán most ebben a pillanatban igény erre, néhányatok szerint. És egyébként egy fontos üzenet még, ugye, amit szeretnék átadni, hogy attól, mert még én, én itt, én itt, ilyen derékszíjba és és poszt, hogyan, hogyan is szokták mondani, ez a ilyen német légi haderő, hogy hadd ne mondjam ki németül, hogy milyen. Szóval ilyen ruhában vagyok, és látják az emberek, hogy ez egy igazi jobboldult, beállítátságú ember, rögtön az jön nekik, hogy ezek az emberek hülyék, hogy nincsen tehát hogy, hogy, mindig mindegyiknek ilyen összesküvés elmélet hívők, mármint hogy a chemtrail kezdve a tényleg a, a, világi dolgokkal kapcsolatban mindenben hisznek. Meg igen, hogy, hogy a kedvencem, ugye hát látni a Nagy Magyarországos zászlót itt a háttérben, meg Horthy Miklós, de akkor ő biztos egy fasiszta náci, Ezeket a tévhiteket szeretném elkergetni. Na és akkor jöhet a kérdés, hogy ez mégsem csak ilyen fókuszcsoportkopi lenne? Na és akkor hát erre határozottan hadd mondjam már azt, hogy Nyee! hát azért ez eléggé elkerülhetetlen, hogy legyenek bizonyos áttűnések ezeken a videósokkal kapcsolatban. Mit tudom én, Fira Hefner ugye szokott ilyen, ilyen filozofálgatós videókat, legalábbis még annó csinált ilyen videókat, már ugye letörölte himi-humi indokokkal a Youtube, Na, egyébként erről is majd akartam egy videót csinálni. Szóval a Fira Hefner, mit tudom én, ö, prrr, ilyen, ilyen fókuszcsoport, meg ö, bizonyos ilyen... Erbence! <laughs> Úristen, ezt kimondani! Nem is tudom, ilyen surreality show esetleg, ilyesmi fajta ö, videós, hát elengedhetetlen, tehát hogy legyen minimális áttűnés. Egyszerűen nem tudom más, hogy nem tudom úgy megcsinálni, hogy, hogy százszázalékosan egyedi legyen, ezt, 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 egyszerűen nem tudom kiküszöbölni. Nem is lehet. Inspirálódni lehet természetesen. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora igény lesz erre. Lehet, hogy semekkora, és lehet, hogy egy nagy bukás lesz. A, a bukás című film lesz az én munkásságom most, de hát aztán ki tudja, ki tudja gyerekek, ja, ja, hát ki tudja, lehet, hogy nem. Lehet, hogy lesz végre igény egy ilyen igazi hazafias, revansos, foglaljuk vissza egész Magyarországot féle videókhoz, de egyébként azért nem pont ilyen lesz, tehát arról is fogok egyébként beszélni, hogy mit, mi a véleményem a Trianon, meg mit tudom én ilyen dolgokról, és a legjobb lesz erről beszélni végre, hogy elmondhassam mindenkinek, hogy én mit érzek ezzel kapcsolatban, <laughs> Szóval várjátok, várjátok azt a csatornát, mert nagyon jó lesz, ilyen jó lesz. És szerintem már elmondtam 5 millió 600 ezer dolgot, és innentől kezdve többet nem is fogok tudni mondani, úgyhogy ez lesz szerintem a videó vége. Hát remélhetőleg látszik normálisan a fejem, ha nem, akkor sajnálom most ez van. No de, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Remélhetőleg minél hamarabb meg fog érkezni ez a kamera, és tudunk normálisabb videókat csinálni. Ez lehet, hogy egy hét, lehet, hogy egy hónap, mert még nem tudom, hogy mikor rendelem meg. Majd ez nyilván attól is függ, hogy milyen, videót, milyen kamerát szeretnék rendelni. Szóval meglátjuk, hogy ez mikor lesz, akkor majd úgy is még fogok csinálni egyetlen egy ilyen videót, hogy megalakult a csatorna, arra lehet feliratkozni, és ilyen videók lesznek. És már úgy fogom megalapítani a csatornát, hogy már másnap szeretnék egy ö, videót föltenni. Ja, és még azt is hozzátenném, hogy sokkal gyakrabban lesznek videók, tehát nem úgy lesz, mint ezen a csatornán, hogy ö, fú, akkor most ebben az évben volt kettő-három vlog videó, hanem akkor abban a csatornán már tényleg nekifekszek, és akkor lesz négy-öt. Nyilván, nyilván nem négy-öt nyilván sokkal több, tehát minden hónapban egyet, azért legalább kéne, és ez az alap, amit szeretnék, ennél szerintem jóval több lesz. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, várom a kommenteket, mik a észrevételek, mik a vélemények, mik a tanácsok, hogyha esetleg vannak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót idáig, nagyon rendesek vagytok, további szép napot kívánok mindenkinek, és sziasztok!